Ó, sziasztok! Sziasztok! Vamtek APS 1203 h az a 120 volt 3 amperes labor labortápot. Most egy olyan módon teszteltem csak, hogy egy üres feszültséget így órákon át mérte ez a műszer, és mindjárt megnézzük, hogy milyen gyakorisággal. 600 másodpercenként, azaz 10 percenként mentett egy értéket, mindjárt megállítjuk és megmutatom, hogy mit mentett el. Ugye ott vannak az értékek, egy sor az 10 másodperc. Amikor hidegen bekapcsoltuk, az az első, mert ugye a lényeg az, hogy ez hidegen egy 18 szobába bekapcsolva, és hát egy órája már több-több órája. Hát kiszámolhatod, mert 10 percenként egy sor, 6 sor az egy óra. Ugye ott van, hogy elkezdte 50,095-tel, és utána 50,103 106, 107, 106, 107, 105, 106, 105. Szóval beáll, ehhez menjünk lejjebb, és 105-tel fejezte be, az hányadik sor, a tizedik. Hát akkor ez pont 10 sor, ugye ez, ha jól számolom, ugye 10 x 10 perc, 100 percen át, szóval a századik percben, jó mondom, jó mondom, mert 600 másodperc, 6000, vagy mi, hány másodpercenként? nem látok, az a baj. 600 másodperc, ugye 10 percenként mértünk, és akkor ez a századik percben az utolsó, jó mondtam. Akkor is 50,105, az már úgy valószínű tartotta volna, ez az első bekapcsolás körül ugye nem annyi, 10 perc múlva már 103, utána lett 20 perc múlva 106, fél óra múlva 107, 40 perc múlva 106, 50 perc múlva 107, és egy óra múlva 105, szóval egy órás beállás után már folyamatosan 105. Na ez a videó csak erről szólt, hogy hogyha aránylag pontos tartást akarsz, akkor be kell kapcsolnod és egy órát járatni, de ezek iszonyat picike értékek, szóval millivoltokról beszélünk, két, két millivoltról, szóval nem... Nem lényeges, a bekapcsoláshoz képest meg 10 millivoltról, szóval egy 10 perc bekapcsolás után és akkor utána már atomstabil. Ez a videó csak erről szólt, iratkozzatok fel, hogy nem maradjatok le semmiről, sziasztok!